Nepálban a földrengés helyszínén mintegy 2000 vöröskeresztes munkatárs és önkéntes vesz részt a segítő munkában. A nepáli vöröskereszt és a helyszínen tartózkodó vöröskeresztes mentőcsapatok a túlélő kutatásában, a katasztrófa által érintett lakosság ellátásában vesznek részt, ideiglenes menedékhelyeket üzemeltetnek, szükség esetén pszichoszociális segítséget és elsősegélyt nyújtanak, valamint a térségben a biztonságos vérellátásról is gondoskodnak. A Nemzetközi Vöröskereszt megnövelte kapacitásait és újabb munkatársakat küldött Kuala Lumpurba, Bankokba, új és Genfbe, hogy segítsék a nepáli Vöröskereszt túlfeszített munkáját. Emellett Kuala Lumpurban és Dubájban aktiválták logisztikai rendszerüket, ahonnan segélycikkeket tudnak szállítani Nepába. A nepáli földrengés káros útjai számára a Magyar Vöröskereszt is gyűjti az adományokat. Pénzre van szükség természeti katasztrófák idején, különösen, ha ilyen messze vannak, mint például Nepál. A pénz azért kell, mert ha itt vásárolnánk meg a szükséges dolgokat, vagy valamilyen adományt vásárolnánk, ugye a repülő költségre nagyon sok forint elmenne az adományozók pénzéből, és ilyenkor minden karitatív szervezet ott kint vásárol, hiszen az igazi szükségletek ott derülnek ki, és azzal, hogy az adományozók pénzét ott osztja el kint, az azzal egy kicsit támogatja egy ilyen nehéz helyzetbe került ország gazdaságát. Aki Magyarországról szeretné segíteni a nepáli földrengés károsultjait, az megteheti úgy, ha felhívja az 1359-es adományvonalat, vagy erre a vonalra SMS-ben elküldi az adományszót. Így 250 forinttal járul hozzá, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb segítséget tudja nyújtani a Vöröskereszt a katasztrófa által érintett lakosságnak. Ha valaki ennél nagyobb összeggel szeretné segíteni a Nepában szerencsétlenül jártakat, attól belföldi átutalás esetén a pénzadományt a képernyőn látható számlaszámra várják. Átutalás esetén a közlemény rovatban mindenképpen kérik feltüntetni a Nepál szót.